Tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm a sajtótájékoztató résztvevőit. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat, és hát azért bemutatkozom, Vinnai Győző egyéni országgyűlési képviselő vagyok. Azért vagyunk ma itt, mert időközi választás lesz, szeptember 16-án Tiszavasváriban időközi polgármester választás lesz, hiszen a korábbi polgármester bekerült a parlamentbe, és éppen ezért összeférhetetlen a két tisztség. Engedjék meg nekem, mielőtt bemutatom a Fidesz-KDNP polgármester jelöltjét, megköszönjem a tiszavasváriaknak azt, hogy április 8-án ilyen magas volt a részvételi arány, 10%-kal magasabb volt, mint 4 évvel korábban, tehát 2014-ben. Fontosnak tartották a választást, és soha ennyit fideszes országgyűlési képviselő jelölt, akkor még jelölt, nem kapott ennyi szavazatot, közel 2600-at. Köszönöm a bizalmat, de most egy újabb fontos választás előtt áll Tiszavasvári, hiszen a polgármester, a város első embere meghatározó a képviselőtestület ülésein, és a Fidesz-KDNP Szőke Zoltánt indítja, éppen azért, mert változásra van szükség Tiszavasváriban. Most nincs több idő, arra várni, hogy egy új útra tud-e lépni Tiszavasvári, ez a fejlődés útja. Hiszen nekünk Tiszavasvári az első, és azt akarjuk a helyi embereknek elmondani, majd meg fogom kérni Szőke Zoltánt, hogy mutatkozzon be és néhány programpontot emeljen ki, hogy mi az, amit itt tenni kell, mert úgy érezzük, hogy az elmúlt években Tiszavasvári lemaradt a térségben, az ember, itt élő emberek életminősége nem követte azt a fejlődést, amit a megye, Nyíregyháza, illetve a többi Tiszavasvári járásban a többi település megtett. Szőke Zoltán egyszerű, becsületes, hiteles ember, 20 éve benne van a közéletbe, itt Tiszavasváriban 20 éve képviselő, ő a Fidesz önkormányzati frakciójának vezetője, tehát ismeri a várost, itt nőtt föl, ide járt iskolákba, nagyon sokan ismerik, és mindig büszke volt arra, hogy becsületes munkával tartotta el a családját. Én őt szeretném megkérni arra, hogy mutatkozzon be, és mondja el, hogy mind szeretne változtatni. Parancsolj! Nagy tisztelettel köszöntöm én is a sajtótájékoztatón megjelenteket, résztvevőket. Szőke Zoltánnak hívnak, születésem óta itt élek Tiszavasváriban. Jelenleg párommal két csodás fiúgyermekünket neveljük, és próbáljuk a szépre, jóra tanítani őket. A megtisztelő felkérés, ami eljutott hozzám, hogy polgármester jelölt lehetek Tiszavasváriba, sok gondolkodásra nem adott időt nekem, de nem is igazán szerettem volna ezen gondolkodni, mint hogy képviselő úr is elmondta, 20 éve részt veszek a képviselőtestület munkájába, ezt megelőzően pedig én már 24 éve a Fidesz-KDNP-nek vagyok a tagja. Tehát van egy értékrendem, van egy gondolatvilágom, amit a 20 éves képviselői munka ideje alatt szerettem volna Tiszavasváriban megvalósítani. Ezek részben sikerültek, részben egyéb okok miatt nem minden esetben valósultak meg. Most a jelenlegi időközi választással kapcsolatosan fontos megegyezni, hogy Tiszavasvári, én azt gondolom, az utolsó pillanatban van, vagy talán már az utolsó utániban is, hiszen aki emlékszik Tiszavasvári régmúlt idejére, az tudja, hogy Tiszavasvári központi meghatározó szerepet betöltő település volt. Sajnos az elmúlt években, de bátran kijelentetem, az elmúlt 8 évben, 2010-től kezdődően Tiszavasvári elszigetelődött. Bizonyos kezdeményezések, politikai pártok hozzáállása alapján elszigetelődött. Ezen én azt gondolom fontos változtatni. Tiszavasvári 8 évig lehetőséget kapott arra a Tiszavasváriban élő emberek döntése alapján, hogy más irányba mozduljon. Én azt gondolom, hogy ez sajnos nem sikerült. Mi ez alatt az időszak alatt csak veszítettünk, és meghatározó szerepünk az eltűnt úgymond ebben a térségben. Az egyik programpont, ami fontos,
és nem elhanyagolható ennek a szerepnek a visszaállítása. A környező településekkel való jó kapcsolat felvétele, tartása, ami szintén nem volt jellemző az elmúlt időszakra. Számunkra fontos az, hogy a környező településen élők hogyan néznek ránk, hogyan viszonyulnak hozzánk, és mi hogyan tudunk velük együtt gondolkodni, együtt dolgozni, mert nem csak Tiszavasváriról, hanem egy térségről is szó van ebben az esetben. Szűkebb hazám, ugye sajnos munka nélküliséggel küzd igen erőteljesen. Tiszavasváriban a közfoglalkoztatás egy igen magas létszámot üt meg, ez közel 600 fő, és hogyha ez a támogatás ide nem érkezne, akkor az itteni, sajnos így kell mondom, alulképzett vagy kisebb kvalitással bíró emberek munka nélkül, munka lehetőség megélhetés nélkül maradnának. Én azt gondolom, hogy a közfoglalkoztatást jelen pillanatban fenn kell tartani, ha lehet erősíteni, de kihangsúlyozom, hogy nem ebben a formában, mint amilyenben most működik, ugyanis véleményem szerint az értékteremtő, igazi értékteremtő közfoglalkoztatás az jelen pillanatban nem található meg Tiszavasváriban. Az értékteremtő közmunkát ezután, ezt követően kell hangsúlyozni. Az országban található olyan településektől nem szégyen tanulni, ahol kiváló a közfoglalkoztatási program, és ezeket az elemeket át kell emelni, a kormány támogatását ki kell használni, és ezeknek az embereknek megélhetési lehetőséget kell biztosítani. De nem a közmunkára szeretnék építeni, ez csak egy lehetőség a mostani lehetetlen helyzetnek a kezelésére. Igazán fontos a vállalkozásoknak a helyben élő, tevékenykedő vállalkozásoknak a támogatása, és ezeknek a megerősítése, valamint törekedni kell arra, hogy újabb cégek, újabb vállalkozások telepedjenek meg. Felelőtlen ígéreteket semmiféleképpen nem szabad és nem fogok tenni, ugyanis az előttem álló lehetőség, hogyha a tiszavasváriak jóvoltából felhatalmazást kapok majd, az egy évre szól. Vannak, akik azt mondják, hogy igen kevés az az egy esztendő, de én azt gondolom, hogy minden egyes perc, minden egyes pillanat, minden egyes nap veszteség Tiszavasvári számára, és törekedni kell arra, hogy ez az egy év, ez tartalommal teljen meg, a lehetőségeinket kihasználjuk, és ne veszítsünk újabb olyan pályázati forrásokat, vagy lehetőségeket, amik rendelkezésre állnak. Fontos beszélni a helyi ügyekről. Az elmúlt időszakban jellemző volt az, hogyha a helyi ügyeket nem helyi emberekkel próbálta kezelni a városvezetés, nincs erre szükség. Tiszavasváriban nagyon jól képzett szakemberek vannak, nagyon tehetséges emberek dolgoznak és élnek itt, nekik kell lehetőséget biztosítani. És itt kiemelem akár a közmunkaprogram vezetését, nem Tiszavasvári kívüli emberrel kell ezt megoldani, hanem igenis azokkal a tehetséges, jól gondolkodó és pozitívan gondolkodó embereket kell bevonni ezekbe a programokba, akik itt élnek. Helyi ügy, a civil szervezetek, a közösségeknek a támogatása nagyon fontos. 2010-től kezdődően pénzügyileg az önkormányzat forráshiányra hivatkozva ezeket igen komolyan lecsökkentette. Én azt gondolom, hogy amelyik önkormányzat és amelyik képviselőtestület komolyan gondolja a civiljeinek a támogatását, az megteheti, és erre én mindenféleképpen törekedni fogok azokat a kis csoportokat, akik itt értéket teremtenek, ha kisebb forrásokkal is, de támogatni kell. És igazán nem szeretnék belemenni egy hosszas, programadásba, de egyetlen egy, ami még igen fontos, és mindenhol fontos, a sport jelentősége. Tiszavasváriban nagyon sok olyan fiatal és idősebb ember él, aki igenis szeret időt áldozni a sportra, és a szabadidős sportra és a versenysportra is egyaránt. Ezt generálni kell, ezt erősíteni kell, és a versenysportokon kívül a tömegsportra is koncentrálnunk kell, mert az egészséges életmód egyik fontos része az, hogy mozogjunk, közösséget is tudunk építeni ezáltal, és a gondolkodásmód és a hozzáállás is nagyon sok mindenben változhat. Utolsó gondolatként azt mondom, és azt üzenem mindenkinek, minden tiszavasvárinak, fontolja meg döntését szeptember 16-án, ugyanis nem mindegy, milyen irányba halad városunk szekere. Én azt gondolom, egy irányba kell most már húzni ezt a szekeret, szélbe kell állítani a vitorlákat, nincs értelme tovább a széllel szemben való
menetelésnek. Én ehhez kérem a tiszavasvári választópolgáraknak a támogatását, és ígéretem szerint mindent megteszek azért, hogy ez az irány, ez jó irány legyen, és a Gödör mélyéről tiszavasvári elinduljon fölfelé. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Annyit szeretnék hozzátenni, mielőtt interjú lehetőség, tehát interjúra adunk lehetőséget, vagy akár kérdésekre is, hogy a egyéni képviselő maximálisan támogatja Szőke Zoltán jelöltségét, a kormányzati támogatást, pályázati lehetőséget igyekszünk elhozni Tiszavasváriba, hiszen ez az elmúlt években nem nagyon történt, meg nem nagyon pályáztak, vagy nem olyan minőségű pályázatok születtek, tehát nincs idő várni, az országgyűlési képviselő és a kormány támogatásával szeretnénk Tiszavasvárit rátenni a térképre, egy fejlődő pályára állítani, egy élhető várossá tenni. Szőke Zoltán nem beszél, de majd a program bemutatásán a közlekedési infrastruktúráról, az utakról, járdákról, a strand fejlesztéséről, ami nagyon fontos, hiszen Tiszavasvárinak olyan strandja van, olyan vize van, hogy hévízzel betegszik, meg mindig bekerül a fürdők közé az első 10-be országosan. Tehát vannak kiaknázatlan lehetőségek, amelyeket erősíteni kell, akár a szociális egészségügyi ellátáson is van mit javítani. Én azt tudom önöknek mondani, azt kérem a helyiektől, hogy július 30-án jövő hétfőn indul az aláírásgyűjtés, tiszteljenek meg bennünket aláírásukkal, és ez a bizalom azt jelenti, hogy ha szeptember 16-án sikeresek leszünk, akkor új fejlődő pályára állítjuk Tiszavasvárit. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen!